A bölcsödék újranyitását követően a szülők 60-65%-a vette igénybe gyermeke számára az ellátást. Fontos hangsúlyozni, hogy továbbra is szigorú járványügyi szabályok betartása mellett zajlik a napi nevelő-oktató munka, hiszen csak így lehet biztosítani a biztonságos kisgyermekellátást. Az intézményekben csak egészséges, tüneteket nem produkáló gyermeket fogadnak. Fontos, hogy csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek veheti igénybe a bölcsödei ellátást. A már alkalmazott szabályok továbbra is élnek. Gondolok itt arra, hogy az intézmény egész területén kötelező a szájmaszk viselése, a fertőtlenítős lábtörlők használata, a vírusölő hatású kézfertőtlenítő szerek használata továbbra is él a szülők, illetve a gyermekeknek a hőmérséklet ellenőrzése. Nagyon megkérem a szülőket, hogy a gyermeköltözőkben, átadókban a kontaktokat minimalizáljuk. Tehát figyeljünk oda, hogy a kellő védőtávolság az megmaradjon, és a lehető legkevesebb időt tartózkodjanak a bölcsöde helyiségeiben. A munkatársaim a nap folyamán folyamatosan fertőtlenítik a játékokat, eszközöket, berendezési tárgyakat, illetve a pénteki napokon is megtörténik a felület és a levegő fertőtlenítés. A jó idő közelettével a bölcsödében törekednek arra, hogy minél több időt töltsenek a gyermekek a szabadban, ezzel is csökkentve a fertőzés veszély kialakulását. Az évkörhöz kötődő rendezvényeket továbbra is zárt körűen a délelőtti órákban kizárólag az apróságok számára tartják meg. A kazincbarcikai összevont óvodákban átlagosan a gyermekek 60%-a veszi igénybe az óvodai ellátást. Az eddigi tapasztalatok alapján az újonnan bevezetett zsiliprendszer bevált, nem okozott problémát. A zsiliprendszer tulajdonképpen arról szól, hogy a szülő csak a kapuj, az ajtói kíséri a gyereket, a gyerekét az óvodába. Itt átveszik a felnőtt kollégák őket, átesnek egy hőmérőzésen, egy cipőtalp fertőtlenítésen és egy kézfertőtlenítésen, és a csoportjukba már felnőtt kíséri őket, aki az egyéni fejlettségüknek megfelelően segíti az öltözködésüket, elhelyezi a ruhájukat, és az óvónénik is persze-persze besegítenek a csoportból, figyelik őket, hogy mennyire tudnak önállóan vagy segítséggel öltözködni. Aztán jön lefelé újra, vagy pedig a csoportból ki a tagovoda vezető, illetve a Dajka néni, pedagógiai asszisztens néni, aki éppen szabad, és veszi be a következő gyerekeket. Nem volt fennakadás, nem volt tumultus, a szülők nagyon nyugodtak voltak, megértették ezt a helyzetet, de igazándiból a várakozás idő 1-2 percnél több nem is volt. A szülőknek emellett egy nyilatkozatot is ki kellett tölteniük arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges, nincs koronavírussal fertőzött személy a családban, nincs karanténban senki, valamint ha a gyerek tüneteket produkál, akkor nem viszik be az intézménybe, hanem otthon tartják.